Önöknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy mindig velünk tartanak. Állandó nézőinknek óriási köszönet, és minden nézőnknek, de ma külön szeretném köszönteni Gróf Károlyt és feleségét Bozsokról, akik rengeteg kedves szóval kedveskedtek már nekünk az adással kapcsolatban. Őket tehát külön köszöntöm, és igyekszünk minél jobb műsorokat prezentálni napról napra. Egy műsor pedig akkor talán még egyel jobb, mint amilyen ugye a témáktól, hogyha van benne mondjuk egy állat, szokták volt mondani, mi így is készültünk. Ma itt van már Juhászné Prantner Etelka, a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferense, és Miló, egy négy lábú ott a kézben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Beszélünk arról, hogy miért is pontos az ilyenkor, amikor nyaralunk, hogyha szeretnénk a kedvencünkkel menni valahova, hogy hogyan is készüljünk fel erre, de kezdjük azzal, hogy mi az ő története, vagy milyen dolog történt most a Magyarországon, a NAV mivel találkozott, amelynek apropóján most mindenféleképpen ez különösen esedékes ez a téma. Igen, az elmúlt napokban számoltunk be ismét arról, hogy újabb kölyök kutyákat próbáltak csempészni Romániából Németországba. Az M1-es autópályán állítottunk meg egy román furgont, akinek a csomag terébe kartondobozok voltak. A kollégáim halk nyüsszögő hangra lettek figyelmesek, és kiderült, hogy a kartondobozok alatt két kartondobozba 4-5 hetes bisoly jellegű kölyök kutyákat próbáltak átcsempészni. Ugye megvan határozva, hogy mennyi idősnek kell lenni egy állatnak, illetve milyen okmányoknak kell lennie, egy állatkísérő okmánynak kell lennie a sofőrnél, semmit nem tudott bemutatni, illetve jól látható volt, hogy az állatok rendkívül fiatalkorúak. Ilyenkor ebben az esetben ugye mi az utazás szabályait ellenőrizzük, ami nem felelt meg, ezért azonnal értesítettük a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki elrendelte az állatok visszatartását, illetve a sofőr azonnal lemondott róla. Hasonló a története Milónak is? Igen, hasonló a története Milónak is. Ugye ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha valaki, azt tudni kell, hogy ezeket az állatokat kereskedelmi céllal szállítják. Külföldről érkeznek, külföldre tartanak, ami nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy egy állattal utazhassunk, ahhoz mindenképpen az állatnak rendelkeznie kell kisállatútlevéllel, de mondhatjuk úgy, hogy pet passport. Ez van a kezemben, amit mutatok is majd a kedves nézőknek. Így van. Míg minket beazonosít a fotónk, a születési adataink, illetve a személyes adataink, ugye ez az állatoknál sokkal nehezebb, ezért van egy úgynevezett transporter vagy chip. Az állatba beültetnek egy apró kis csippet, annak van egy sorozatszáma, ez szerepel az útlevélbe is. De ez még mind nem elég, hogy így utazhassunk vele. Nagyon fontos, hogy ehhez a csiphez rögzíti be, tulajdonképpen csak állatorvos helyezhet be csippet, csak ehhez a csiphez rögzíti be az állatadatait, a tulajdonos adatait, illetve a veszettség elleni oltást. Ha van csip a kis állatba, van hozzátartozó útlevél, rendelkezik veszettség elleni oltással, elérte a megfelelő kort, illetve az oltást követően eltelt 21 nap, akkor lehet utazni a kis állattal. Azok, akik elkövetik az olyan bűncselekményeket, amiket ön is említett, ők tulajdonképpen miért csinálják, milyen céllal, illetve ugye mondta, hogy kereskedelmi forgalomról van szó, de mit akarnak megspórolni, hogy így csinálják, amit csinálnak, mi áll a háttérben? Ugye nagyon sokszor Romániából érkeznek ezek az apró kölykök, azért tudni kell, hogy 8 hét alatt elszakítani egy kis állatot, legyen az kölyök kutya, az anyállattól, az bűncselekménynek is minősül, hiszen az állat indokolatlan szenvedését okozza. Illetve az útlevél meg a veszettségi oltás is csak akkor érvényes, ha az állat elérte a 12 hetet, és rákövetkező 21, tehát 15 hétnél fiatalabb kölyök kutyákkal nem szabadna találkozunk. Nagyon sok esetben szembesülünk azzal, hogy elmondja a román sofőr, hogy Németországba vagy más külföldi országból, uniós országból interneten rendelték ezeket a kölyök kutyákat megvételre. Gyors pénzkereseti lehetőség tulajdonképpen 1000-1500 eurót is elkérnek ezektől, illetve az állatokért cserébe. Tehát a pénz az, ami motiválja az embereket, viszont nagyon érdemes átgondolni, akár nekünk is itt az országban, hogy
nem tudni, hogy ezek a kisállatok honnan származnak, nem tudjuk milyen körülményektől, illetve egészségügyi kockázatot jelentenek, hiszen nem rendelkeznek semmiféle oltással, semmiféle vizsgálattal, akár genetikai betegséget is hordozhatnak, tehát tulajdonképpen maga a vásárló is áldozata lehet egy becsapásnak, hiszen vagy túlélik ezek a kölykök a szállítást, vagy nem. Nagyon jó a pólója is Milónak, I love Nav, rendkívül találó a felirat is. Mutatnék a kedves nézőknek például egy olyan útlevelet, ami viszont, vagy ilyen egészségügyi kiskönyvet, ami pedig hamisítvány, tehát, hogy próbálkoznak azzal is, hogy hamisítják ezeket a kiskönyveket gyakorlatilag az emberek. Így van, nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy ha van okmány, az nem eredeti. Illetve előfordult olyan eset is, amikor a kisállat útlevelet ugyan bemutatták a szállítandó állathoz, de hőre eltűnt belőle az összes tinta. Tehát ezt a kollégák úgy vették észre, hogy egy picit eltér a tinta színe, elkezdték melegíteni öngyújtóval az okmányt, és azonnal elillantak belőle a kötelező adatok. De van olyan, amikor semmilyen okmány nincs, illetve próbálják kijátszani a rendszer, tehát nagyon sokszor előfordul az is, hogy visszadátumozzák benne az állat születési idejét, hogy meglegyen ez a 15-16 hét, amit mondtunk. De egy nagyon-nagyon fontos dolog, kisállatútlevelet csak és kizárólag állatorvos tölthet ki, és állatorvostól szerezhető be. Tehát, hogyha valaki szeretné vinni külföldre a maga házi kedvencét, még gyorsan nagyjából fél percünk van, mi az, amire mindenféleképpen figyeljen oda még egyszer? Mindenféleképpen legyen nála kisállatútlevél, és legyen hozzá érvényes veszettségi oltás. Nagyon szépen köszönöm, Juhászné Prantner Etelkának és Milónak a részvételt.